Kazinc Barcika elődjei Sajó Kazinc és Barcika ipari jellegű települések voltak. Az 1947-ben összevont két település mai nevét a rákövetkező évben vette fel. 1954-ben városi rangot kapott, és újabb falut csatoltak hozzá, Berentét. Ekkor már 11 ezer lakosa volt Kazinc Barcikának, ami 20 éven belül megháromszorozódott, köszönhetően legnagyobb munkaadójának, a Borsodi Vegyi Kombinátnak, ami Borsodkem ZRT néven ma is a régió egyik legjelentősebb cége. Kazinc Barcika neve a 2010-es évek közepétől egy erőteljes imázsváltást követően sok fórumon a színességét hangsúlyozó Color City-ként vált ismerté országszerte. A Color City Kazinc Barcika brand hordozta játékosság, kreativitás és újszerűség az évek alatt beépült a város mindennapjaiba. Színes falak, köztéri óriás szobrok, street art akciók, művészeti pályázatok, közösségi programok. Minden megjelent, ami izgalmassá tehet egy várost. Kazinc Barcika életében mindig is nagy szerepet töltött be a sport. A Borsodkemmel történő szoros együttműködésnek köszönhetően ma már a kézilabdások az újonnan épült kazinci tornacsarnokban, a kosarasok pedig a teljesen felújított irinyi tornacsarnokban edzhetnek. A futballistáink végre hazai pályán a nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas Color City arénában öregbíthetik városunk hírnevét. A közeljövőben az önkormányzat nagymértékű önerő hozzájárulásával szeretné, ha megvalósulhatna a röplabdacsarnok, a vízikomplexum és a jégcsarnok is. Tavaly két új, nagy jelentőségű megállapodás született Kazinc Barcika város önkormányzata és a Borsodkem ZRT között, amely még vonzóbbá teheti a várost a fiatalok számára és még élhetőbbé az itt élőknek. Először is kihelyezett vegyészmérnöki alapképzésnek adhat otthont az Irinyi János Református Oktatási Központ. A Kémiai Intézet szervezésében a Miskolci Egyetem műszaki és anyagmérnöki kara vegyészmérnöki alapképzést indít levelező szakon a tervek szerint 2021. szeptember 1-től. Másodszor új az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás célul kitűző mintaprojekt indult a városban. A projekt Kazinc Barcika és a Borsodkem ZRT között jött létre, konzorciumi partnerekkel kiegészülve a Miskolci Egyetem koordinálásával. A program célja olyan köz- és magánszféra közötti partnerség kialakítása, városi és vállalati együttműködés fejlesztése, tesztelése és eredményeinek terjesztése, amelynek során az érdekeltek kollektívan lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése érdekében.